A város hozzájárul az idősek fizikai, szellemi frissességének megtartásához és a nemzedékek közti együttműködés erősítéséhez. Ezzel érdemelte ki Eger az idős barát önkormányzati díjat. 1 millió forint is járt emellé, amit a demenciában szenvedők támogatására fordítanak. Habis László polgármester és Martonni Adler Ildikó alpolgármester leplezte le az idős barát önkormányzati díj elnyerését tanúsító táblát a Városházán. Eger egy családbarát város, ez a törekvésünk, és a család az több generációs, az egészen apróktól, a böcsödéskorúaktól, az idős generációig. Mi szeretnénk minden generációnak, a tanulóknak, a fiataloknak, az aktívaknak, a munkavégzőknek és az immár nyugdíjasoknak is jó életkörülményeket biztosítani. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről tartottak fórumot szerdán a Városháza dísztermében. Az alakításukhoz és működésükhöz minden szakmai és gyakorlati információt megtudhattak az érdeklődők. Nagyon tartalmasnak tartottam a beszámolót, hiszen a nyugdíjasok is szeretnének valóban a munkába újból részt venni. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek országos érdekképviseleti szövetsége, valamint a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő lehetőségeket. Ez egy szövetkezet, önálló szövetkezet, gazdasági társaság, 7 fő alakíthatja. Ha eldöntötték, hogy ez a szövetkezet megalakul, akkor elvileg kvázi munkáltatást folytatnak. Turi Dénes arra biztatja a nyugdíjasokat, hogy alapítsanak újabb szövetkezeteket, majd lépjenek be azokba, amelyek már működnek.